Kölcsei himnusza, amelynek hamarosan születésnapját ünnepeljük, Erkel Ferenc zenéjével vált első számú nemzeti énekünké, majd a rendszerváltás évében hivatalos állami himnusszá. A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott nyílt napunkon megtekinthető lesz Erkel himnuszának két becses kézirata. A Nemzeti Színház 1844-es himnusz pályázatára beküldött példány idegen kézírása, a címlapon szereplő mottó és néhány utólagos bejegyzés azonban Erkel kezétől származik. A zeneszerző által 1880 körül lejegyzett hangszerkíséret nélküli kórusváltozat arról tanúskodik, hogy a szerző maga is elfogadta az időközben népénekké vált dallamban a folyamatos használat során bekövetkezett ritmikai változtatásokat. Nemzeti imánk keletkezésének és néphimnuszá válásának kalandos történetéről is szó lesz a szombaton 3:30-kor kezdődő előadásban. Várjuk Önöket szeretettel!